Abban az időben, mikor a kastély épülni kezdett, egy ember ment át a falun, gyalogszerrel, rongyosan, mindössze egy kis batyú volt nála, apró volt és vörös, zsidónak látszott, senki sem tudta, honnan jön, mit akar, hova igyekezett. Az ember meglátta fönn a dombon a munkát, letért az útról, és megnézte, mi az. 2-3 napig ott lézengett a faluban az építés körül. Tavasz volt. Az emberek dolgoztak, nem értek rá törődni vele. Aztán egyszer csak hirtelen eltűnt, és néhány nap múlva csak ott volt megint. Most már nem batyú volt vele, hanem egy láda, s egyenesen az építőkhöz ment. Ott leült egy rakás téglára, nem szólt senkihez semmit, csak kinyitotta a ládát, néhány holmit kirakott belőle maga elé, és ült és várt. Az egyik munkás kíváncsian odament, hogy megnézze, miket rakott ki a zsidó. Hát volt ott bicska, meg olló, meg szappan, meg borotva, meg bakancsfűző, meg kis tükör, s volt ott 2 malteres kanál. Néhány munkás még oda gyűlt, nézték a holmikat, csúfolódtak, szájaskodtak. Arra tévedt a fő pallér is, látta a csoportot, odament, s a szeme megakadt a 2 malteros kanalon. Azelőtt való nap törött el éppen egy, és hozatni kellett volna Kolozsvárról. Mennyiért adod? A zsidó megmondta az árát. A pallér kezébe vette, tapogatta a szerszámokat. Megtartom mind a 2-t, mondta, s a pénzt kiszámolta a láda fedelére. Mások is jöttek. Vettek bakancsba való fűzőt, bicskát. Volt olyan, aki hazakészült, és keresetének kis részéből vásárolt egy tükröt az asszonynak. Lassan kiürült a láda. A zsidó pedig járni kezdett a mesteremberek között, és beszélgetett velük. Ez nincs, az nincs. Ez kellene, az kellene. Akkor már neve is volt. Áziknak csúfolták. Eltűnt, s néhány nap múlva csak ott volt megint. De már nem gyalog, rossz egy lovas szekérrel, a ló alig állt a lábán, s a szekér majdnem szétesett. A lovat kicsapta a domboldalra legelni, a szekérről leszette az árut. Most már mindene volt. Szekérkenőcs, szeg, kalapács, ásó, fejsze, kasza. Híre terjedt a faluban, s az emberek kezdtek járni a szekérhez. 2 nap múlva üres volt az egész. Mikor a zsidó harmadszor visszajött rongyos vénlovával, s billegő szekerével, már asszonyt is hozott, s 2 kisgyereket. Ő és az asszony a szekér mellett jöttek 2 oldalt, csak a gyerekek kuporogtak fent az áru között. A lovat újra kicsapták legelni, az asszony ott maradt a szekérnél, s a zsidó elindult a faluba. Szimatolt, keresett, végül is talált egy üres házat, amelyiknek egyik fala már bedőlt, és nem lakott benne senki. A gazdával 2 napig alkudott a bérért. Végül beköltözött. A házat kijavították, belül 2-be osztották, egyik fele volt a bolt, másik a lakás. S a falu pénze lassan megindult feléjük. Egy szombati napon délután a házas pár felöltözött új ruhába, az asszony valami fekete pettyes kartonholmit húzott magára, s mert kövér volt, s majdnem 2-szer akkora, mint az ura, olyan volt a szűk kartonruhába, mint valami jól töltött májas hurka. Az asszony lábán valami uraságtól levetett vékony, gombos cipő feszült, barna és karcsú orrú, s bütykös lábujja keresztül rajzolódott rajta.
Ázik úr is egészen rendesen összeszedte magát. Szakállát megmosta, kalapját kikefélte. A két kis koszos porontyot rábízták a szomszédasszonyra, aki máskor is segített még nekik ezt-azt. Azzal elindultak a tanítójékhoz. A tanító, aki nagy, csontos, sovány ember volt, őszülő, pápa szemes és elhanyagolt, és akit Aufbauer úrnak neveztek, szer fölött elcsodálkozott, amikor ázikék beléptek hozzá. Éppen dohányt vágott az asztal lapján, ócska beretvával, maga termelte vastag levelű, csúnya dohányt, s hirtelenében felelni is alig tudott a köszönésükre. Hozta Isten! Az ázik házaspár illemtudóan belépett, bocsánatot kért az alkalmatlankodásért, de hát ahonnan ők jöttek, ott az volt a szobály, hogy az úriemberek levizeteljenek egymásnál. S hát bizony itt igazán nagyon kevesen vannak, nagyon kicsi élet, nagyon kicsi, éppen azért jobban össze kell tartsanak ők, mármint persze az úriemberek. Aufbauer úr, aki alapjában véve nagyon jó indulatú ember volt, és szomjasan ölelt magához mindent, ami kultúra, falon kívül állóság, ami úri, s ami ahhoz a bizonyos polgári előkelőséghez tartozik, szóval Aufbauer úr csak hápogott és tátotta a száját, és azt mondta, igen, örvendek, persze, természetes, a mi tanult osztályunk. Ázikék akkor már ültek az asztal mellett, az asszony komótosan, a férfi kicsit félszegen és ügyetlenül kalapját az asztalra tette. De az asszony beszélt többnyire, és ez rengeteget javított a helyzeten. Mikor ugyanis a hangos beszédre a tanítónő felesége is előkerült a konyhából, előbb megtörölte vörösre dolgozott kezeit a konyhatörlőbe, aztán igazított valamit a kontján, jó, hogy milyen zsírfoldos a ruhám, mérgelődött, de vajon kik is lehetnek, kik anyja vajába? Tehát mire végül is előkerült, és az ajtóban megállva, az asztal körül ülőkre nézett egyikről a másikra, még szóhoz sem jutott a csodálkozástól, Ázikné már is kövéren és fürgén, mellette termett feszülő, fekete, pöttyös kartonruhájában. Ó, drága tekintetes asszonyom, hogy milyen jó színben látom! Hogy mennyire örvendek, hát bejöttünk egy percre az urammal, hogy meglátogassuk a drága tekintetes asszonyt, hogy lám, hogy van. Hát igazán jó színben van, még sose láttam, na hát igazán. És csapdosta a kezeit, és szétomlott szinte az örömtől. A tanítóné kis hegyes orrú, fürge, sovány asszony, nem nagyon csúnya, de ahhoz éppen elég, hogy megfelelő élettársa lehessen Aufbauer úrnak, mezővarjason. A tanítóné szóhoz sem jutott. És aztán egyszerre örvendeni kezdett annak, hogy jó színe van. És bizonyára sikerült meghízni egy keveset, és egyszerre csak ott tartott, hogy pálinkát rak az asztalra, és poharakat, és egy tányéron valami nyírkos, konyha ízű süteményt. Aztán berohantak az Aufbauer csemeték, összesen hárman fiúk mind, helytelenek és maszatosak, és egyszerre kiderült, hogy az ázik úr zsebében van egy barna papíros, amiből zöld, meg piros, meg fehér, ragacsos és fűszer, meg szekérkenőcs ízű cukrok bújnak elő. Szóval így zajlott le a látogatás. Egy hétre rá, vasárnap délután a tanítóné összecsücsörítette a száját, s hegyes orrát magasra fölemelve, így szólt az urához. Apa, ma elmehetnénk
ezekhez az ázikékhoz. Hofbauer urak éppen valami papírosokat vonalazott az iskola részére, horkantva kapta föl a fejét. Mit mondtál, anyu? Hogy elmehetnénk ezekhez az ázikékhoz. Elvégre. Szóval elmentek. A tanító feltette egyetlen magos gallérját, s a hozzávaló keményített kézelőket, melyeket madzaggal lehetett az inkhez erősíteni. A keményített kézelőkben gombok is voltak, két nagy, ragyogó zöld gomb, valami bizonytalan anyagból. Bár nyár eleje volt, meleg, olyan, hogy a rigók csak úgy fütyültek a fákon, fölvette ünnepi fekete felöltőjét is, hogy ha már megy, lássák legalább, hogy nem közéjük való tanult ember, kultúrás ember, aki csak leereszkedik a szatócshoz. Aufbauerné elővette nagy ügyelettel a szekrényből azt a bizonyos kalapját, amelyikkel annak idején még leánykorában Kolozsváron járt volt, s amelynek tetején hatalmas madarak tollai állottak csokorba gyűjtve. Ügyelve a fejére rakta, hosszasan igazgatta a repett tükör előtt, aztán beleszúrt egy akkora kalaptűt, mint valami kisebb rendű nyárs, melyen apróbb állatokat sütnek ropogósra. Először a fejébe szúrt, igen mélyen kereste a kontyát, sziszegett és azt mondta, végül mégis eltalálta, és megindultak. Az utcán természetesen feltűnést keltettek. Annyi részben a csodálatos madarak tollát viselő kalapnak volt tulajdonítható, de részben a tanító úrnak, aki fekete kabátban izzadt a napon, míg mások még az ingüket is szellőzni hagyták az áldott jó melegben. Nagy volt a meglepetés, és váratlan ázikéknál. Azelőtt való héten kaptak korcsmára engedélyt, s a lakás bizony tele volt pálinka szaggal meg emberekkel, akik a vasárnap tiszteletire s erre a szagra begyűltek volt. De Áziknél úgy söpörte ki őket egy szempillantás alatt, mint a pejvát. Na, menjenek, menjenek, nem lássák, hogy vendégeim jöttek? Tessék, tekintetes asszony, drága, tessék befáradni, jaj, te szép kalapja van, jaj, be úri finom. Tessék, tanító úr, tessék! És terelte őket a ketté osztott lakás belső felébe. Ott bent a deszkafal mögött bizony sötét volt, egyetlen kis ablakon jött be csak némi fény. A hátsó fal mellett ládák állottak egymás tetején, előttük két kicsi pálinkás hordó. A fal mellett két ágy volt, s az ablak előtt asztal, valami bizonytalan színű terítővel takarva. Ide ültette le Ázigné a vendégeit. Három szék volt, két jobb és egy gyöngébb. A két jobbikra leültette a vendégeket, ő maga a harmadikra kuporgott, de csak úgy, hogy inkább állt, mint ült. Nehogy szégyenükre letörjön. Ázik, az nem számított. Csak csetlet botlott, esetlenül a szűk kicsi helyen hebegett, s a szakállát dörzsölte. A gyermekek szerencsére kint voltak a szomszéd udvaron játszani, hanem Ázikné aztán összeszedte magát. Beszélt, hogy a hangjától látni sem lehetett semmit. Hogy jaj, drága tekintetes asszony, éppen munkába vagyunk, én és az uram. S a magunk fajta embernek soha nincsen pihenője, soha nincsen békessége. Ezzel a korcsmával is annyi a vesződtség, ezzel a bolttal is, meg aztán ez a lakás. Tessék már megnézni. Hát lehet élni ebben? Már beszéltek is az egyik kőmívessel, aki a kastélynál dolgozik, hogy épít nekik egy házat lent a falu közepén, téglából, kőből,
Hozzá is kezd nem sokára, csak végezzen ott fent. A telekét most vannak alkuban, nagyon szép telek. Ott lenne a két utca sarkán, szemben a templommal, szintén a piacon. Az nagyon jó hely lesz, igazán nagyon jó. És rendes házat építenek majd két nagy szobával, s a bolttal. Nagy lesz a bolt is. Egyik felét elrekesztik korcsmának. Cselédet is tartanak, aki takarítsa a boltot, s ügyelje a gyerekeket. Mert ez így nyomorúság, bizony az. Közben többször a ládákhoz ment. Matatott köztük, mindig hozott valamit, amit az asztalra tehetett. Cukorkát, édes pálinkát, barna papíroson török mézet, Szent János kenyeret. És kínálta őket. Tessék csak, de vegyenek csak, na, még ebből, na, még egy pohárkával, ó, tekintetes a szölelkem, ez igazán semmi, kongyalávaló. Aztán meg, nincs szüksége lelkem egy kis borsra, egy jó kis mandulára, nagyon finom, most hozta az uram, igazi görög mandula, tessék elvinni, tessék megpróbálni, egy kis fahéj, egészen finom paprika, Szegedről való. Tessék csak elvinni egy keveset és megpróbálni, soha nem fog főzni másféle paprikával. És így, szünet nélkül, fél óra hosszat, óra hosszat. Szegény tanító nem tudta, mit tegyen. Hová nézze, mit csináljon, kihez beszéljen, ázikor folyton kikiszaladt, ahogy az ajtó csengője jelezte, hogy belépett valaki a boltba. A tanítóné pedig neki pirosodott a sokféle újdonságnak, nézte ezt, nézte azt, közben főzésről beszélt, s az újféle fűzőkről, amik Bécsből jöttek, s amikről azt mondják, hogy anyu lelkem, nem gondolod? De nem is hallgattak rá az asszonyok, talán nem is hallották, úgy benne voltak a beszédben. A tizedik, vagy talán a húszadik anyu lelkemre aztán fölkapta a tanítóni az orrát, és az urára nézett. Úgy gondolod, hogy menjünk? Úgy gondolod? Jó, de tudja, Ázikné, azért a koreander mégiscsak koreander, én azt mondom, hogy hát igen. Ez így volt. Ez a látogatás. És mikor aztán egy év múlva jegyző költözött a faluba, s a tanítónéik először jöttek össze a jegyzőjékkel. A tanítóné azt mondta a jegyzőnének, hát tudod, drágám, bizony valami nagy élet nincs itt nálunk. Csak mi vagyunk a tisztartójék, meg a román papék, na meg a boltosék, akik egyébként nagyon rendes emberek. A boltosék akkor már a falu közepén laktak saját házukban, ahol a két utca összeér a sarkon. Nem éppen a kastélyépítő kőműves emelte a házat, a ház már készen volt, csak meg kellett venni. Olyan volt, mint minden jobb parasztház. Toldottak hozzá vályokból, még egy előreugró részt, az volt a korcsma. Az alatt itt dogáltak nyáron a parasztok. Az udvarra később tekepálya került. A boltnak üveges ajtaja volt, s az üvegajtó mögött színes ostornyelek, láncok, kötélistrángok lógtak, bent rendes polcokon állott az áru, s Ázik úr meg Ázikné asszony uralkodtak a pult mögött, vettek és eladtak, fogukhoz verték a garast, s ahol lehetett, becsapták a parasztot. A két gyermek pedig kint játszott az alatt az utcán, a paraszt gyerekek közt. Mikor a kastély építése éppen elkezdődött, egy kora tavaszi szép délelőttön, a nemzetes úr és a nemzetes asszony áthajtottak a tanyáról a kastélydombhoz. Szekerüket, a régi sárga csézát két öreg ló húzta, s a bakon egyszerű condraruhában ült a kocsis, szalmakalappal a fején. Az öregek elébb a dobóit anyát nézték meg,
ahová Gábor fiúk akkor már bérendezkedett. Ott voltak a tanyáról kapott ökrök, tehenek és lovak, ott voltak a vásárolt disznók is. Gábor ekéi éppen szántottak a major fölött, s mellettük ott állott bőrkabátban, zöld kalappal a fején, vastag botjára támaszkodva az újonnan fogadott tisztartó, Brencsák úr. Ez a Brencsák nagy vörös ember volt, recsegő hangú, két égtelen vörös bajusz csomóval az orra alatt. Feleségével és 16 éves Eszterke lányával egyelőre Dobolyban lakott, néhai Bibarc ábris tiszteletes üresen maradt házában. Bibarc Imre szívesen bérbe adta a házát, neki magának egyelőre úgysem volt szüksége rá. Valahol az Alföldön lábászkodott, ahogy akkoriban a mérnököket nevezték. Az uradalom fogatai, akkor már uradalomnak nevezték Varjasi Gábor birtok részét, Brencsák bélyegzőt is készített hozzá, szóval az uradalom fogatai azon a tavaszon bizony kevés munkát végeztek még. Téglát, követ és építéshez való egyéb dolgokat hordtak folytonosan, s így az uradalom földjeinek nagy részét abban az évben Brencsák úr kiadta felibe a parasztoknak. Ezeket a feles uradalmi földeket többnyire oláok kapták, talán azért, mert hamarabb jelentkeztek. De lehet, hogy azért, mert kezet csókoltak Brencsák úrnak, s ezzel megnyerték a szívét. A nemzetes úr és a nemzetes asszony megnézték az állatokat, a szántást, váltottak néhány szót Brencsák úrral is. Bizony, keveset végeztek, mondotta a nemzetes asszony, összehúzott szemmel, s keskeny, szigorú arcából két acélszürke, jéghideg szem vizsgálta végig a sopánkodó Brencsák urat. Mit csinálhatunk, kegyelmes asszonyom? Ilyen volt az időjárás, meg a körülmények. Amilyen parancsot kapok, kegyelmes asszonyom? De Varjasné elvágta kurtán. Nem vagyok kegyelmes asszony. Nem azért fizetik, hogy a titulusokat növelje, hanem a munkát. Mielőtt szekérre ültek volna, Varjasi Istvánnak is volt még egy szava. Tisztartó, figyeljen ide. Ott fönt, a legelő alatt, ahol most építenek, van egy hajtóház. Abban lakik az öreg Mihály. Kikötöttem volt, hogy maradhasson. Konvencióját rendszeresen megkapja. Ameddig él. Régi hű cselédem ő. Megértette? Értem, méltóságos uram. Nem vagyok méltóságos úr, nemzetes úr vagyok, érti? Méltóságos lehet Krausz báró, lehet icig-micig, akárki. Magyar urat ez a titulus illeti. Megértette? Botjával megbökte a kocsist. Indulj! Egy idő óta hamar méregbe jött. Néha elég volt egy semmiség, hogy fölingerelje. Mint most is ez a Brencsák. Bújjon bele az ördög. Döcögött az öreg csíza, cöklettek a sárgák. A bosszúság lassan lehűlt, elhemvadt. Igen szép tavaszi délelőtt volt. Eszüket vesztve szólottak a pacsirták, s ekék mozdultak a hegyen mindenütt, pásztor gyermekek kurjantoztak, vizet csörögtek. Tavasz volt, tavasz. Régi tavaszok jutottak az eszébe, küzdelmesek, de szépek. Régi tavaszok, amik oda lettek. Hova? Hát igen, a mulandóságba. Mert minden változik, minden alakul, emberek, eszmék, s a világ talán az leginkább.
Érdemes volt annyi tavaszon át küzdeni, kínlódni, annyi őszön át, télen át azért, hogy majd változzon egyet a világ, s minden eltűnjön, elenyészen, akárha nem is lett volna soha. Hát érdemes volt annyi derék embernek életét, sorsát, mindenét föláldozni, hogy majd a begyöpösödött sírok fölött egy új nemzedék elfedje az apák szenvedéseit, s együtt dáridozzon azzal, ki apáit megölte. Hát érdemes volt végig szenvedni Kufsteint egyetlen eszméért, hogy néhány esztendő múlva sajnálkozó gúny tárgya legyen ugyanaz az eszme. Az embert saját gyereke nevesse ki. Érdemes volt küzdeni, s látni azután, hogy a küzdés mind céltalan volt és haszontalan. A fiaik önként hódolnak be annak, ki őket letörni sosem tudta. Érdemes volt annyi tavaszon, őszön, télen át, annyi kalandon, nyomorúságon keresztül. Varjasi István két gyöngülő öreg szeme a dombokat nézte, ahogy a langyos napfényben fürödtek, s ezek a kék szemek tisztán és őszintén azt felelték a világnak, igen, érdemes volt, mert szép volt, emberhez illő, férfiúhoz illő, magyarhoz illő, azért. Majd ez a világ intézze a maga számadását, ahogyan tudja. Ők, a régi világ, elintézték a magukét, rendben levőnek, tisztának érzik ezt a számadást. Ahogy a Szentírás is mondja, harcodna, megharcoltad, munkádat megmunkáltad, erigy a te atyádnak örömébe. Igen, valahogy így áll a Szentírásban, vagy talán még szebben, de már nem emlékezett világosan reá. A nemzetes asszony ült az ura mellett, hallgatott ő is. Egy idő óta többet hallgattak mind a ketten. A Cséza beért a faluba, behajtott a kastélydombig, s megállt. Hajtsak föl, kérdezte a legény. Hova a fenébe hajtanál? Förmet rá a nemzetes asszony. Nem látod, tele van hordva minden téglával és kővel. Lekászálódtak és nekivágtak gyalog. Az ösvény szélén itt-ott, ahol szekér, láb nem taposta még le, követ, téglát nem raktak fölébe, egy-egy ibolya virított szelíden. Mentek csöndesen, fölfelé és szótlanul. A lelkük megtelt emlékezéssel. Régen, ó, talán igaz sem volt, valamikor az ő házuk állott ezen a dombon. Régi kastély, címeres, komoly, de a kert körülötte csupa virág és madárdal. 4 évet éltek benne csak. Aztán jött, aminek jönnie kellett. Oláhok gyújtották föl, oláhok rabolták ki, és döntötték le a kastélyt, az istállókat, az egész udvart, a templomot is, igen, a magyarok templomát is. Benne voltak a dologban Muresán Indrei, a pópa, Bács Szándú, a Dobói Dászkál, Mitrujék, és még sokan. Ma is itt élnek, jól élnek, vígan, s gazdagodnak, szaporodnak, titkos forrásokból jön hozzájuk a pénz, és veszik meg a magyarok földjét, s veszik el a nyelvüket, a vallásukat. S hogy a világ megváltozott, úgy mondják, jóra, és magyarrá változott, ez csak annyi. Épül újra a kastély. Mintha semmi sem történt volna. Vakok ezek az emberek? És süketek? Vagy vakítják és süketítik őket? Ezt nevezik új magyar föllendülés korának? A kastélyépítést? Vakok. Vakítják őket.
lelkesednek a díszmagyaros kart csörgető világ összetételén. S míg örömükben kastélyt építenek, feledik, hogy mi okozta vesztét az előbbinek. Az álnok császárváros kitárta előttük megbocsájtó kapuit, s ők, mint ostoba, részeg bogarak, megvakulnak a fénytől, költik a nehezen megvédett vagyont, és bírálat nélkül tegeződnek össze azokkal a kastélyos idegen urakkal, akik szüleik életét 20 éven keresztül sanyargatták. Akik ősi magyar jussából túrták ki a gazdát, ki hazáját védte, azért, hogy birtokába beleülhessenek, s most játsszák a magyar főurat. Még díszmagyart is öltenek, s nem sül ki a szemük. A lelkük tele volt keserűséggel. Így értek föl a dombra. Nézték a nagy kőhalmot, az építész rajzról elmagyarázta, hogy ide mi jön, oda mi jön, aztán ott hátrább istállók, gabonás, csűr, cselédlakások. Belefáradtak. Nem érdekelte őket. Elbúcsúztak az építésztől, s elindultak Mihály háza felé. A ház, melyben sok-sok esztendővel ezelőtt, az 1849. esztendő egyik sötét novemberi napjának estéjén megszállottak, azon az emlékezetes, szomorú és súlyos estén, melyen az életük irányt vett a küzdés felé, hogy hosszú évek harcos munkájával újra visszaszerezzenek mindent. A ház ott állott ugyanazon a helyen, a legelő alsó csücskén, a kert szélső kőris fáinak közelében. Szinte semmit sem változott. Nádfödele éppen olyan fekete volt az időtől, és éppen olyan oldalra billentő, a pajta hozzá éppen olyan rozoga. Mögötte ott állott a karám, melyben nyáron a rideg marha éjszakázott, s fönt a legelő tetején látszottak a torliget fái. Igazán, mintha semmi sem változott volna. Szinte kísérteties volt, hogy átmentek a néma udvaron, melynek apró füvéből egy-egy sárga béka virág dugdosta fejét. Szinte kísérteties volt, hallották majdnem a hóstáti szekeres dörmögő hangját, s a kerekek csikordulását, a szelet, mely akkor zúgott a kőrisek csupasz ágai között. Egy percre megálltak, körülnéztek. Nem szóltak semmit egymáshoz, de tudták, hogy ugyanazt érzik. Varjasi István rátette a kezét az asszony vállára, s ennyit mondott csak sóhajtva, halkan. Ej, mink a lelkem. De olyan volt ez, mintha mindent elmondott volna, ami azóta történt. Aztán benyitottak a házba. Öreg Mihály a kemencénél ült, mellette két unokája, sípot faragott fűzfából nekik, ritkás, hosszú haja hófehér volt Mihálynak, s fehér a bajusza is, mely állig csüngött alá. Sovány volt és csupa ránc. Bizony öreg volt. A házat nagyobbik fia lakta, családostul. Mihálynak hívták azt is, csordás volt az udvarnál, őrizte a legelő marháit. 3 gyermeke volt már, azok is ottan éltek, elfértek a házban. Öreg Mihályt már csak egyedül kellett tartani. Máriskó szegény elmaradt mellőle csöndesen, s ki tudja hol, valahol már Reá vár az életen túl. Jóska, a kisebbik fia, falubeli gazdalányát vette el, Muresán Ilonát, s kapott vele 4 holt földet Dobolyban. Ott épített házat magának, s lakott benne 4 gyermekével, akik bizony magyarul már alig beszéltek, s bár a Dobolyi tiszteletes Mihálynak,
Annának, Jóskának és Simonnak keresztelte őket, oda-haza csak Mihaila, Ána, Joszuf és Szimjon volt a nevük. És bizony ezen nem lehetett segíteni. Jóska bólogatott, ha elővették, de mégis az történt mindig, amit a felesége akart. Öreg Mihály elmeresztette a szemét, mikor régi gazdáját meglátta bejönni a házba. Fölállt hirtelen, és görnyed háttal döccent előre néhány lépést. Nemzetes úr, nemzetes asszony, megállt ráncos vénkezét, szeméhez emelt, hogy elrejtse velük a könnyeket, melyek sovány barázdás arcán végigfolytak, bajuszán lecsurogtak. A két unoka ijetten nézte a síró nagyapát, aztán a nemzetes asszony hangja keményen végigcsattant a házon. Na Mihály, te tökéletlen Mihály, hát mi a baj? Valami baj van, te? Mihály elvette a kezeit az arcáról, szégyenkezve elfordult, legyintett. Nincs baj, instálom, nincs. Csak vénülök, az a baj. Bizony vénülünk, Mihály. Szólalt meg mély dörmögő hangon a nemzetes úr, s odalépett az öreg cselédhez, vállára tette a kezét néhányszor, megütögette szelídem. Vénülünk, biza Mihály, igazad van, s a világ, az is vénül, ugye? Mihály ránézett kis könnyes vénember szemeivel, fehér hajával, sápat arcával csodálkozva, aztán megingatta a fejét. A világ? Az nem, nemzetes úr, a világ az nem vénül, az mindig fiatal. Éppen ez a baj. Tovább tűnődött, rázogatta a fejét, de nem is az a baj, az úgy kell, hogy legyen. A világ legyen fiatal, mink is voltunk, ők is legyenek. Mink már a magunkét kijártuk, a magunk oskoláját. De éppen ez a baj, öreg, hogy a műoskolánkból nem akarnak tanulni a fiaink. Az öreg megint csak megrázta a fejét. Tanuljanak a magukékból, ők is. Úgy hát, mindenki magának végezze az oskolát. Ha műnk magunk végeztük, majd végzik ők is maguknak. Én tudtam. Ha fölfúvódik a marha, hova kell ütnöj a bicskát, melyik bordához. Ez a Mihály a fiam jobban akarta tudni. Belepusztult a tekintetes tisztartó üszője. Most megfizetheti. A magáéból bizony nemzetes úr mindenki maga járja ki ezt az oskolát. Megnézték a belső szobát is, tiszta volt és rendes, akár csak régen. Máriskó sem tartotta különbül. Dicsérte meg a nemzetes asszony a fiatal Mihály feleségét. Kikérdezték őket erről, arról, megveregették a gyerekek arcát, a nemzetes úr egy-egy piculát adott mindegyiknek, aztán kiléptek megint az udvarra. Öreg Mihály velük ment az udvar közepéig, sapkáját kezébe vitte, egy jókedvű kis tavaszi szellő megborzolt a ritkás fehér haját. Mihály fölnézett az égre, mely olyan ragyogó kék volt, mint talán sohasem. Jó idő jár, nemzetes uram, szántásra vetésre. Bizony jó idő, Mihály. Hála legyen az Úristennek érte. De Mihály? Fordult hátra, ahogy hirtelen az eszébe jutott. A házat és a kertet, amit használsz. Reád íratom, megszolgáltál érte. Mihály nem hálálkodott. Csak állt az udvar közepén, meghajtotta a fejét, úgy állt. Instálom, köszönöm alásan, már nekem az mindegy.
azt már én el nem vihetem úgyse. Mentek le az úton, amelyik a faluba vezet, ott mentek, hogy ne lássák az épülő falakat, ne lássanak semmit. A régi kert szélén mentek lefelé, amart tele volt ibolyával, mézsongással, s a levegő valami furcsa szomorúsággal. Hallgattak. Csak a szekereken szólalt meg a nemzetes asszony, mikor már a falut is elhagyták, s látszott a tó, s a tanyai földek zöld búza vetése. Sok pénzt vettek a földre, ezért a komédiáért. Csak győzzék majd a kamatot. Szája szigorú volt, szeme messzire nézett. Mihály a csordás már 3 hete ólálkodott az építés körül, hogy a tisztartó urat valahogy magában kaphatná. A csordát ott tartotta egészen közel a dombhoz, hogy láthassa, ha a tisztartó 2 kerekű kocsija valahol előbukkan. Többször látta is, ez alatt a 3 hét alatt, de szólni még egyszer sem tudott vele. Mert másokkal volt dolga mindig. Legfőképpen pedig azért nem, mert mérges volt folytonosan, veszekedett a kőmívesekkel és káromkodott, és Mihálynak nem volt bátorsága, hogy előhozakodjék a maga kérésével. Pedig a kastély domb közelében a füvet már mind lelegelte a csorda, s azon az esőtlen, szikkat nyáron nem sarjadt a fű. Föl kellett volna már hajtani őket a torliget alá, nehogy ebből is baj legyen. Mert a baj az úgy lóg a szegény ember fölött láthatatlanul. Azt sem tudja, hol, s mikor, s merre. De egyszer csak a nyakába szakad. Mint ez az üszőisni, amelyik megpuffadt a lucernától, s amelyikbe olyan szerencsétlenül verte volt bele a bicskát a tavasz. Éppen a tisztartójé kellett legyen az is. Ez el nem engedi soha, pedig ő jó helyre nyomta a bicskát, se látta már másoktól is csinálni. Hiába mondja az öreg, hogy rossz helyre szúrt, az jó hely volt, csak az üsző nem bírta. Olyan volt a természete neki, hogy nem bírta és belepusztult. Emberben is egyik ilyen, másik olyan. Egyikbe ez a baja, a másiknak az a baja. Éppen csak a baj maga az van meg mindenkinél. Nézte Mihály az építést messziről, és leste a tisztartó 2 kerekűjét. A falak már állottak, úgy mászkáltak rajta a kőművesek, rengeteg állványaikon, mint valami pókok. Sok munkás gyűlt össze, mocskosak voltak és veszekedők. Káromkodtak, kiabáltak, néha össze is verekedtek. Sokféle helyről kerültek össze emberek, mert a pallér csak olyan munkást fogadott föl, aki már dolgozott ilyesmin. Sietni kellett, azt mondta, őt is sürgetik. Hát siettek. Nyüzsögtek a fal körül, nap-nap után hangoskodtak, mocskolódtak. Mihály pedig nézte őket, és leste a tisztartót. 3. hétvégén aztán mégis hozzáférhetett. Reggel, alig hogy fölkelt a nap, s a csorda rágni kezdte a füvet, már jött a 2 kerekű, föl a dombon. A tisztartó ült benne egyedül fehér vászonruhában, úrias szalmakalappal maga hajtotta a kis szürke lovakat. A falaknál megállott, leugrott a kocsiról, s hagyta a lovat, hogy keressen magának füvet, ahol talál. Hónap eleje volt, augusztus eleje, túl voltak már a zabaratáson is. Munkást, fuvarost fizetni jött a tisztartó. Sok pénzt kiosztott, jóra hosszat mind osztogatja. A pénzosztás úgy látszott hasznára vált, mert jókedvű lett tőle, s még tréfált is az emberekkel. Vastag reket hangján nagyokat kacagott,
s arca veres lett ettől akár a cékla. Mihály oda óvakodott a közelébe. Addig állt, topogott, botjára támaszkodva, míg a tisztartó meglátta. Na mi a he? Miért nem vagy a csordánál? Mihály illendőre igazította magát. A tisztartó úrral szeretnék néhány szót. Na, mondjad! Félrementek a munkások, eloldalogtak azok is arrébb, látták, mint szükségre álljuk. Más baja nem reájuk tartozik. Mihály levette a kalapját, megvakarta a fejét, és elkezdte. Hát, instálom azzal az üszővel, hogy azzal miképpen igazítsuk, hogy jó legyen. A tisztartó rámerett, két szeme kidüllett. Jókedve eltűnt. Mi, hogy legyen? Megveszed, ha elpusztítottad. Mihály könyörgőre fogta a dolgot, de előbb nyelt egyet hozzá. Szegény ember nyeléssel segít magán, gondolta. De tisztartó úr, instálom, nekem se vagyonom, se pénzem, egy tehenem van, meg egy borjucskám. Úgy gondoltam, azt elfogadná. Mit te, a borjut? Azt a tetves borjut? Azért a gyönyörű fajtiszta üszőért? Az tenyész állat volt-e, barom? Annak az anyját Svájcból hozták gőzösön, akár valami grófnét. De tökkel ütött marhája ennek a világnak, inkább nyomtad volna azt a bicskát a saját hasadba, hogy az a... Mihálynak zúgott a füle a tisztartó haragjától. Meg is ijedt volna szívesen, ha tudja, hogy ez hasznára válik az ügynek. De nem ismerte meg a tisztartót eléggé, csak nézte kimeredő szemét, vörösödő képét, s a nagy sárga fogakkal teletömött száját, ahogy a szitkokat dobálta feléje. Egyik lábáról a másikra állott, röstelte, hogy annyi idegen hallja és látja, hogy ilyesmiket gondolt. Hogy né, ez itt menten megüti a guta, meg hogy de szépen forgassa a szemeit, még kicsavarodnak, s a lába elé esnek koppanva, mint két csúnya féreg. Meg aztán, hogy na, Mihály, te jól kifogtad. Egyebet sem tudott a tisztartóról, mint hogy felesége van neki, meg leánya. A felesége sovány és szigorú, egy szóval sikari. A leánya meg szeplős, de elég szemrevaló volna különben. Meg aztán azt tudta róla, hogy örökké káromkodik, vastag botjával meg is veri néha a béreseket, s ha iszik, mindjárt énekel. Ezeket is csak úgy mások szavából. Végül is a tisztartó hamarabb fáradott ki a szitkozódásba, mint Mihály a türelemben. Elfogyott belőle a lélegzett arca, kékes-vörös színű volt már, szemefehérje szinte kigúvott, fújt néhányat, nagyot. Ekkor Mihály megszólalt egyszerűen. Hát akkor tessék elvenni a tehenemet, s annyi. Maradnak a gyermekeim tej nélkül, s annyi. Majd ad az Isten helyébe valamit. Csak ezzel már egyszer rendben legyünk. A tisztartó rámerett Mihályra. A tehenedet? Azt a koszost? Hát miféle tehened van neked? Valami rongy, valami vén dög bizonyára? Hirtelen egy gondolat akadt a szavai közé. Elhallgatott, megdörzsölte néhányszor a bajuszát, aztán csöndesebben kérdezte. Van valami jel azon a tehénen? Jel? Miféle jel? Csodálkozott Mihály. Jel! Te barom, olyas valami, amit nem lehet levenni róla, mint az uradalmi teheneken. Mihály csak áltott sután. Nincs azon semmi, miért, hogy volna. Megismerem én ezt ezer közül, nem kell annak jel. A tisztartó gondolkodott, dörzsölgette a bajuszát, az állát, aztán hirtelen ránézett Mihályra. Na,
Egye meg a fene, küld be azt a tehenet valamelyik gyerekkel a majorba, elfogadom. Az ingedet csak nem húzhatom le, ha egyebed nincsen. S máskor ügyelj, hogy ne szaladjon be a jószág a lucernásba, azért vagy ott, nem bokrétának. Azzal megfordult, fölült a kordéra nagy nehézkesen, s rásuhintott a gyeplőszárral a kis szürke farára. Gyűj, te nyomorúság! Mihály megmaradt a csordával, s a bajjal, hogy miképpen mondja el mindezt az asszonynak. A tehén ugyanaz a tehén, amiről szó volt következő tavaszon, mivel elapasztott már és borjazzástól még messze volt, kikerült a legelő marhával Mihály keze alá. S a szarván ott volt az uradalmi sütés. Nézte Mihály, s csodálkozott. Aztán megtudta, hogy a majorban, külön jászolnál, ott áll a tisztartó tehene is, annak semmiféle jelzés nincs a szarván, de azt beszélik a béresek, hogy azok közül a tehenek közül való, amit a múlt nyáron vásárolt az uradalom drága pénzen valahonnan messziről. Mihálynak ott a csorda mellett volt ideje bőven gondolkozni ezen a csodán. Volt ember a faluban, aki abban az évben öregedett meg, amikor a kastélyt építették. Murisán Indré volt ez, a pópa. Nem úgy öregedett meg, ahogy az emberek öregedni szoktak. Lassan és szinte észrevétlenül, hogy ma itt fáj valami, holnap ott, idén már nehezebb fölmenni a hegyre szüretkor, mint tavaly. Nem úgy. A pópa hirtelen öregedett. Látszott rajta az öregedés, minden nap soványabb lett, ráncosabb képű, minden nap lejjebb hordta a fejét, nagyobbakat sóhajtott, s többször mondta az embereknek minden ok nélkül, hogy jaj, Istenem, Istenem. Özvegy ember, mondták a falusiak, nem bírja az egyedül létet. De nem ez volt a baja Indré pópának. Órák hosszat ült az ablaknál, s nézett föl a dombra, amelyiken a kastélyt építették. Órák hosszat nem mozdult onnan, csak nézett, s ezekben az órákban öregedett. Olyan volt a szeme ilyenkor, mint aki kísértetet lát. Az emberek megriadtak tőle, s úgy volt igazán, kísértetet látott Murisán Indré. A kastélyt, amelyik ellen ő lázította a népet éveken át, titokban, nehéz munkával, titkos parancsra, templomban is otthon, keresztelőn, temetésen, esküvön, mindig és mindenhol. A kastélyt, amelyre mikor az első égő csóvát hajították, ő imádkozott és hálát adott az Istennek, hogy engedte megérnie ezt a napot. Ó, hányszor nézett föl arra a dombra, ökölbe szorított kézzel, és hányszor büszkén, mikor már csak a romok és üszkös falak maradtak a gyűlöletes hajdani uraságok pompája nyomán, s hogy ő győzte le őket. 3 napon keresztül égett a kastély akkor, s égtek az urasági csűrök, istállók, s ő 3 napig állt egyfolytában a domb alatt, s a diadal lázas önkívületével nézte, hogy pusztul el minden, ami magyar. A templomnak még a köveit is széthorták, hogy nyoma se maradjon ebben a faluban, pedig kőtemplom volt, és régi nagyon, régebbi sokkal, mint az övék. S azután is hányszor nézett föl a lekopasztott dombra, dőfös elégtétellel a lelkében, hányszor. Most mégis, mintha semmi sem történt volna, épül megint a kastély. Igen. Lehetséges ez? Engedi az Isten? Vagy talán éppen akarja az Isten?
Úr és Ám Indré gyorsan megöregedett. A világ változott, nem gyorsan, mint akkor tűz és vér között, lassan változott, ahogy az élet halad, olyan lassan. Ahogy az idő halad, s az év, s a munka, s az Isten többi dolgai, úgy éppen, olyan lassan. De változott. Az utakon újra rókafarkas, csengős úri szánok siklottak. Magyarul beszélő marcon a pandúrok járták a falut. Igen, a világ lassan visszatért oda, ahol azelőtt volt. Mintha semmi sem történt volna, mintha mindaz, ami akkor volt, tűz és vér és emberhalál, nem lenne fontos egyáltalában. Hát mi fontos akkor? A kastély épült, és Muresan Indré nézte az ablakból, nézte nap-nap után. És egyszerre egészen tisztán és világosan érezni kezdte, hogy az életben csupa hiába valóságot cselekedett, haszontalan és értelmetlen dolgokat. Mert van valami abban a világban és a világ fölött, amit megváltoztatni úgy sem lehet, sem tűzzel, sem vérrel, sem gyűlölettel, és ez az élet törvénye, aminek gyökere az igazságban van. És egyszerre az eszébe jutott, ó, régen-régen gondolt rá utoljára, egy havasaljai apró kis falu, békés nagy hegyek között, ahol jó lett volna egy életen át juhokat őrizni, békés szemű, szelíd juhokat, faházban élni, Istennek tetsz, emberhez illő, igaz és szép életet. Nem avatkozni olyan dolgokba, amik Istenre tartoznak egyedül. Mert úgy jó az, bizonyára úgy, ahogy ő azt eleve elrendezte. És bizony talán jobb lenne, az a sok Josup, Tódor, Gavril és Jón egy szép napon fölkerekedne mind, és csöndesen visszamenne oda, hegyeken túl, az elhagyott hazába, mert mindenki csak ott élhet emberhez méltó életet, ahová Isten telepítette, s nem ahová magától tévejedett. Ez a föld nekik mindig idegen marad, és mindig ellenség egy kicsit, és hiába szűnt meg a jobbátság, hiába vetettek tüzet annyi tetőre, mégis cselédnek érzik magukat, az idegen föld cselédeinek, s a tetők mindig újra fölépülnek. Mert van valami a földben, és van valami a levegőben, ami nem az övék. Valami egészen különös, valami egészen félelmetes, valaminek az árnyéka, mintha folytonosan ott lebegne előttük, az úton, a földeken, ha szántanak, vetnek, vagy akár aratnak rajta. Valaminek az árnyéka, valami nagy múltnak talán, ami nem az övék, s ami elsötétíti előttük a jövendőt is. Hiába szerezték meg a földet, a föld nem ragaszkodik hozzájuk. A föld számára mindig idegenek maradtak, és ezt érzik, és ezért egy kicsit mindig honvágyuk van valami után, és egy kicsit mindig szomorúak, anélkül, hogy tudnák, mi okozza a szomorúságukat. Csak hallgatni kell, amikor munkában énekelnek. Fiatalok, egészségesek, piros arcuk van, és kedvük a szerelemhez, és mégis az ének, ami a szájukat elhagyja, olyan szomorú, olyan felhős, úgy tele van bánattal, és valami titokzatos vágyódással. Vagy nézni kell, amikor lendítik a kaszát, vagy markolják az ekét, vagy őrzik a jószágot, mindenük megvan. S olyanok mégis, mint a száműzöttek, akik hazagondolnak. Néha
próbálják megmagyarázni ezt az érzést, ezt az idegenséget, ezt a szomorú vágyódást, s azt mondják, elnyomottak vagyunk, kisemmizettek vagyunk, nincsenek jogaink, harcolni akarunk a jogainkért, uralkodni akarunk ezen a földön, ez a mi bajunk. Eddig, s ezt Indré pópa ott az ablaknál egyre tisztábban látta, egyre élesebben, pedig ez mind hazugság, és külön-külön rájönnek lassan maguk is, mire megvénülnek, hogy csak nem merik egymásnak megmondani azt, hogy nem tudnának uralkodni ezen a földön úgysem, még azon a kevesen sem, ami az övék. Mert nem érzik otthonuknak ezt a földet igazán otthonnak, vérükből és húsukból való otthonnak, és ez a föld nem támasztja lábaikat nagy mozdulatokhoz, kisiklik alóluk minduntalan, s ők elcsúsznak rajta. Küzdeni akarnak az igazságért, de csak a küzdéssel maradnak mindannyiszor, mely értelmetlen vérengzésbe fullad, s ez az igazság. Ó, az igazság egészen másféle dolog. Annak ehhez az érzéshez semmi köze. S nem szentesíti a küzdelmeket, melyektől később megfeketedik és összezsugorodik a lélek, és babonás belső rettegésekkel tölti meg az életet. Élet ellen, igazság ellen, magasabb törvények ellen nem lehet küzdeni. És a szabadság nevében csak odahaza bonthat zászlót az ember, s ezen a földön sem az élet, sem az igazság nem Josupoké, Tódoroké, Mitruké, még ha sokszor úgy is mutatja az elvakított látszat. Csúnya tréfát űztek velük, messzi császárvárosba székelő idegen urak, csúnya és gonosz tréfács már, nagyon is sokszor. Elhitették velük, hogy ez az igazi hazájuk, hogy nem igaz, amit az öregek mesélnek a havason túli országról. Itt születtek dédapáik, ükapáik, ez az igazi otthonuk, csak kitúrták belőle a magyarok. S ők szegények, elhitték a mesét, tovább szőtték, beleélték magukat és segítettek gyöngíteni egy másik nemzetet, amelyiktől azok az idegen urak ott messzi Bécsben félnek. Mert az otthon, az igazi otthon az ott van a hegyek között, és azokon is túl. Ennek az otthonnak a látomása az, amit ez a távolba szakadt nép itt a messzi idegenben kergett felhős homlokkal és elboruló szemmel, és örökké szerencsétlenül. Felhős homlokát és elboruló szemét politikai méregkeverők használják föl aljas céljaikra, és nincs senki, aki megmondaná a népnek. Akiknek elhinnék, hogy az, amit ő keresnek, a mitruk, Josupok, Tódorok, Gavrilák, amitől szomorúak, és amit igazság, szabadság, jog és egyéb szavakban igyekeznek kifejezni, az a valami ott van túl a hegyeken, amerre a napkél, hegyekből és fensíkokból áll, folyókból és virágos domboldalokból, s egyetlen neve van csak haza. De nem értik meg. Csak amikor fejük már a sír felé görbül, rettennek fel ösztönösen, hogy nem itt kellene, ez a föld kemény, idegen és hideg. Ez a föld nem arra való, hogy pihenjen benne az ember, menni kellene valahová. De nem tudja nekik megmondani senki, hogy hová. És aztán elmennek a halálba, és velük is súlyosodik egy láncszemmel a bilincs, amely ezt a népet ideköti az idegen földhöz. Kellene jöjjön valaki, ki egyszer eltépje ezeket a bilincseket,
erős és kegyetlen kézzel, még akkor is, ha hússal együtt szakad ki belőle, megmarkolja őket, és vigye, mint ahogy eltévedt gyermekeket szokás hazavinni. Eltévedt gyerekek népe ez a nép, s ha egyszer ott volnának újra a hegyeken túl, ahol mások a földek, és mások a füvek, és mások a fák, a levegő is más, egyszeribe elszállan a homlokukról a felhő, szemük tágulva nézni a világot, és fölújonganának az örömtől. Furujájuknak pattogóbb és vígabb lenne a hangja, s a súlykoló asszonyok a tiszta vízű patakok partján csak boldogságról énekelnének. Milyen szép is lenne! Ilyeneket gondol vén Muresán Indréj, míg ott az ablakban görnyedt és nézte, kísértett lakó nagy szemekkel nézte, ahogy a kastélyt építeni kezdték, emelték, építették és befejezték, a kastélyt ugyanazt, amelyet ő egyszer, valamikor. Ó, Uram, ments meg a gonosztól, mentsd meg lelkemet a gonosztól! Mire a kastély elkészült, megjött a jegyző is, és vele az új magyar közigazgatás bevonult a faluba. Szinte csodálatos véletlen volt, hogy ugyanaz a két szekér hozta ki a jegyző holmiát Szamosújvárról, amelyet cseh parkettázó mestereket szállította volt be, kik munkájukat végezve hazautazhattak. A jegyző csak akkor készült elkezdeni a magáét. Annak pedig úgy fogott neki, hogy a házat, amit előre kibéreltek már az ő számára, azonnal elfoglalta. Ez a ház a gazdátlanul maradt majoros féle ház volt, amelyikből a majorosok valamiképpen kivesztek idő előtt, s így házuk és földjük a községre maradt. Az elkallódott magyarok házára rákerült át a szép új magyar címer, amelyik első napokban sok örömet és bizodalmat hozott a szegény varjasi magyaroknak. Megálltak előtte munkában menet és munkában jövet, levetett kalappal nézték a címert, mely minden földhöz ragadt nyomorúságuk dacára is az övék volt. Később már meg nem nézték, megszokták, hogy ott van, s megszokták azt is, hogy csak olyankor lehet találkozni vele, mikor baj van. Idézések címlapján, foglaláskor, árveréskor, adószedéskor, máskor bizony soha. A jegyző, aki a címerrel együtt a majoros házba beköltözött, jóra való embernek látszott, kicsiny volt és száraz, köhögős, de igen-igen fürge, és a szeme úgy járt, mint a gyíknak, amikor az emberekkel beszélt. Legelőször is kidoboltotta magát a faluban, hogy megjött, átvette a hatalmat, s akinek ez van, meg az van, így van, meg úgy van, az azonnal jelenjen meg nála az irodán hivatalos óra alatt. Olául egy szó nem sok annyit sem tudott, s így maga mellé vette a kisbíró fiát, Deák Janit, napszámért, hogy végezzen ezt-azt, s tolmácskodjon, amikor szükséges. A jegyzőnek felesége is volt épp oly kicsi és száraz, mint ő, s épp annyit tudott beszélni az is. Mikor együtt voltak mind a ketten a szobában, olyan lárma keletkezett egyszeribe, mint egy rakás fehér nép veszekedett volna egy rakás férfival. Pedig sosem veszekedtek, mivel nagyon békés természetű ember volt mind a kettő. Gyerekük nem volt. A jegyzőt egyébként Franyek Zoltánnak hívták. Ereiben a tót véren kívül lelkes magyar érzések is csörögtek, s ennél fogva céltudatos komolysággal fogott hozzá, hogy fölépítsem mezővarjason a maga kis magyar világocskáját. Sötét ruhát hordott, hosszú nadrágot, magas kemény gallért és buta orrú gombos fekete cipőt. Haját sörteként fölfelé fésülte, s kezében örökösen ott volt az esernyő,
hogy ezzel is, mint egész viseletével hirdesse a falu fölött álló rangját, méltóságát és helyzetét, és hirdesse egy új osztály és egy új társadalom születésének nagy pillanatát. Egy új osztályét, mely pillanatnyilag sem fönt nem volt, sem lent nem tartozott, sem éghez, sem földhöz, állami koszton élt és végezte a maga szűk kötelességeit. De városi nadrágot hordott és gombos cipőt, mert iskolát végzett. Tudta, ki volt Bach, Johann Sebastian és Schiller, és ennél fogva szentül érezte magában a hivatást, hogy kultúrát és civilizációt terjesszen a földhöz ragadtak között. Ez a szívós és kötelességtudó osztály a maga idegen oskolákból összeszedett zagyva műveltségével késznek mutatkozott arra, hogy lassan mindenhova befurakodjon, ellepje a falvak felszínét és kisvárosokat, idegen kiejtésű gyerekeket lelkesen szavaltasson, országot alapítson magának a tudatlanság sivatagján, hogy megtöltse a fagakat idegen szavakkal, színekkel, fogalmakkal és gondolatokkal, a civilizáció papjává és közfelfogás diktátorává nőjön, és kezébe vegye a sarjadozó magyar életet, mint ahogy kertész veszi kezébe a gyönge palántát, hogy vigyázza, gondozza, irányítsa fejlődésébe a maga vérmérséklete tudása és hite szerint. Ennek a diadalmas új magyar társadalmi osztálynak első varjasi képviselője volt Franyek Zoltán úr, íróasztala mögül uralkodott a falun, szigorúan nézett a belépő emberekre, kurtán és keményen beszélt velük, és teljesen egyformán. Akár magyarok voltak, akár románok. Hivatal után elbeszélgetett akárkivel kedvesen és jó indulattal. De íróasztala mögött az íróasztal tekintélyét őrizte. Bálványt csinált az íróasztalból, s hivatalos ügyben írott, betű szerint olyan volt, mint Justícia maga, bekötött szemmel ítélt a törvény írott betűi szerint. Olyan volt, mint maga akkor, mely létrehozta, s mely a törvénytisztelet s akta imádat kettős pallossával a kezében vagdosta elő a romok közül az új magyar hazát. És bekötött szemmel. Nem sokára segédjegyző is került az irodába, mivel Varjashoz még négy község tartozott, és szaporodott a munka. Pirosképű, vidám fiatalember volt a segédjegyző, Kuka Berci, ellentétben gazdájával csizmát viselt, lovaglónadrágot és tollas zöld kalapot. Valahonnan az Alföldről dobták ki ide, csodálkozott is szer felett, de jó kedvét nem vesztette el. Ő sem tudott más nyelven, csak magyarul, s nem is sokat törte magát az idegen hangzású nevegen. Murésámt egyszerűen Marosámnak írta, Tódort Tivadarnak. Nem lett ez kárára senkinek, legfeljebb az igazi tivadaroknak, akik nem köszöntek sem jegyzőnek, sem másnak azzal, hogy kezicsókolom, mint a Tódor Tivadarok, s így rosszabb magyarok lettek azoknál, ha valamelyik kedvezésről volt szó. Abban az időben költözött a posta is Varjasra. Ezt az intézményt egyelőre csak Piroska kisasszony képviselte, meg Marosi Muresán Ignác, egy lovas szekere, mely másodnaponként bedöcögött Szamosújvárra a posta zsákkal. Marosi Muresán azért, mint kezicsókolomos jó hazafi, hatvéka búzának az árát kapta havonta. Piroska kisasszony pedig naphosszat ült a bíróház posta céljára kibérelt hátsó szobájának ablakán, melyet két cserép hervadó virág díszített, s nézte a falut, mely unalmas leány életének hátra levő napjait jelentette. Piroska kisasszony magas volt és kövér,
Arca barna, zsíros és jóindulatú. Szeretett hangosan kacagni, hogy megmutathassa a fogait, melyek épek voltak és hiánytalanok. Néha főképpen tavasszal, merengő volt és kissé életunt, unta már olykor a leányságát, melyet idestova 30 esztendeje viselt erény és sóhajtozás között. Azért szerette a rikító színű ruhákat, és szívesen elplétykált Ázik nével a boltban, akivel méretekben is találtak. Életének ünnepe volt, mikor Franyek jegyző úr látogatásával tisztelte meg a postahivatalt, vagy akár a tanító úr jött el, vagy akár csak a jegyzőné, vagy a tanítóné. Ilyenkor érdekfeszítő és hosszas kultúrbeszélgetéseket folytattak arról, hogy melyik kitől veszi a tejet, a tojást, a csirkét. Melyik paraszt tesz vizet a tejbe, melyik asszony szedi le a fölét, mielőtt elküldené. Egy kicsit olyan volt ez, mintha a civilizáció hajótöröttei beszélgettek volna, kiket vadnépek közé vetett a vihar. Vagy mintha hős és regényes úttörői lettek volna egy eljövendő kultúrországnak, ahol majd mindenkinek gombos cipője lesz egyszer, kemény galléria, fekete kabátja. És ezáltal természetesen mindenki boldog lesz, és megelégedett, és áldani fogják szegény, bátor és magányos úttörők emlékét, akik egyelőre kultúra helyett potlós tojással, vizezett tejjel és ravasz parasztokkal vesződnek. De Piroska kisasszony legszebb napjai mégis azok voltak, amelyeken Kuka Berci segédjegyzőnek volt dolga a postán. A segédjegyző is magas volt, kövéredése hajló, kerekarcú, hegykebajuszú, fényes csizmában, lovagló pálcával, zöld vadászkalappal. Piroska kisasszony úgy gondolta ilyenkor, hogy megunt leányságát szívesen fölcserélni Kuka Bercivel. A segédjegyzőből jegyző lesz. Ő megtartja a postát, nem is lenne rossz. Kuka Berci pedig jövögetett. Kisztihand! Vágta össze csizma szárait. Csókolom a kisztihandját, kedves nagycsád. Hogy s mind szolgál kedves egészsége? Virulunk, virulunk, mint a rózsa, nem de bár, kedves nagycsád. Hát igen. Kuka Berci határozottan rokonszenves fiatalember volt. Művelt, szellemes társalgó. De nem csak Piroska ítélte őt ilyennek. Véleménye egyezett a jegyzőné, a boltosné és a tanítóné véleményével. És ebből származott az első tragédia, ami felhőt borított, rövid ideig a kibontakozás útján haladó új varjasi társadalom fölé. S történt ez következőképpen. Először is a hegyes orrú tanítóné egy napon megállapította Ázikéknál, a boltban, hogy a segédjegyző úr különösen szorgalmas és lelkiismeretes ember kell legyen, mert olyankor, mikor a jegyző valami hivatalos dologban van távol, még éjszaka is a jegyzőségen dolgozik, és csak hajnaltájban kerül nagy álmosan haza. Ezt pedig az öreg Nyikulicáné mondta. Az meg igazán tudhatja, mivel nála bérel szállást a segédjegyző. A hegyes orrú tanítóné még egyebeket is mondott a jegyzőnéről, bár Ázikné nem szólt a kérdéshez, mert ő zsidóasszony volt, úgy érezte, hogy ehhez az úri vetélkedéshez semmi köze nincsen. Na meg aztán a bolt szemével nézett, s nem látott hasznot abban, ha állást foglal a segédjegyző és a jegyzőné dolgában. Így hát hallgatott. Valahogy mégis kiszivárgott a dolog, talán mert közben mások is voltak a boltban és hallották. Elég az hozzá, hogy a jegyzőné
Ezeket mondta Piroskának, mikor átsétált hozzá a postáért. Te, ezek az Aubauerek nagyon magasan hordják az orrukat. Nem találod? Annak az asszonynak nincs semmi dolga, mint hogy másokat szapuljon. Hát csak kerüljön a szemem elé, tudom. Csak irigykedik a közönséges. Abban a percben jelent meg az utca fordulónál a tanító a feleségével. Ők is a postára jöttek. A jegyzőné kinyújtotta a nyakát, biccentett Piroskának, s szó nélkül hazaindult. Még a fejét is félrefordította, hogy ne lássa azokat. Langyos nyárvégi idő volt éppen, s úgy alkonyodás felé. A legelőről hajtották haza a csordát. Álmos tejszag vonult végig a falun. Piroska kikönyökölt az ablakon, s álmodozva nézte a szemközti dombokat, melyek barnák voltak a fénytől. A tanítójék megérkeztek. Na, mereztette hegyesre az orrát Aufbauerré. Ez a jegyzőné is gyorsan odébb állott. Látszik, hogy rossz a lelki ismerete. Csodálom, hogy még emberek elé mer lépni. Miért? Kérdezte Piroska csodálkozva és jóindulatúan. Mert békés és jóindulatú teremtés volt, nem szerette a pletykát és a civódást. Miért? Hökkent meg a tanítóné. Hát nem tudod? Ez a perzselni való mit művel, mivel a férje nincsen itthon. Elcsábította azt a szerencsétlen fiút, azt a mamlasz Bercit, és vele fetreng egész éjszaka. Anyu lelkem, csitította Aufbauer úr szemérmesen a feleségét. Miért, tán nem igaz? Nem mondott a Nyikulicáné is? Mások is? Egy ilyen véns katuja, hogy nem szégyeli magát, elveszi egy olyan fiatal gyereknek az eszét igazán, hogy az ember nem győz szégyenkezni. Piroska először elvörösödött, aztán elsápadt, hirtelen belevágott a tanítóné szavába. Hát pedig ez mind hazugság! Mi? Hegyesítette ki magát Aufbauerné. Hazugság? Honnan tudod olyan bizonyosan? Sápadtan mondotta Piroska, s már nem könyökölt békésen az ablakpárkányra, hanem állott mereven. Onnan, hogy Berci engem szerecs, elvesz feleségül. Azzal hátralépett, s becsukta az ablakot. Másnap délelőtt hivatalos időben, mikor a jegyzőségen javában folyt a munka, széles íróasztalnál közből a jegyző trónolt, balra tőle egy másik asztalnál körmölt szaporán a segédjegyző, s a jegyzőni, aki szintén segédjegyzői fizetést húzott, s ezért segített is néha valamit, ott állt a szekrénynél, és rendezte az aktákat egyszerre, és váratlanul belépett a tanítóné. Szája körül diadalmas és gúnyos mosoly volt, orrát magasan tartotta, és kezében egy iskolai jelentést lobogtatott, mit máskor egy gyerekkel szoktak átküldeni. De most ő hozta. Ezt küldi az uram. Jegyző úr, jó napot! Szervusz, drágám! Né, Berci! Magának még nem is gratuláltam. Mi ez, kezi csókolom? Emelte föl az írásból jóindulatú kerekfejét a mit sem sejtő segédjegyző nagy csodálkozással. Hát az eljegyzéshez! Édesedett el a tanítóné, és hamiskásan hozzátette. Nem szép, hogy eltitkolja tőlünk. Ej, maga, hamis ember! Piroska már elárulta. Na hát, lett ebből felfordulás. A jegyzőné csak elsápadt és megtántorodott. Jézus! Lehelte. Berci segédjegyző vörös lett, mint a pipacs, s csak hebegni tudott, hogy de nagycsát, hát... S a jegyzőnét nézte megijedve. Franyek úr pedig tanácstalanul nézett egyikről a másikra, s mint a férjek, rendesen ő sem tudta, hogy miről van szó. Végül is a jegyzőné zsebkendőjét az arcához szorította,
kiviharzott a szobából, megvető és lesújtó pillantását elkapva az asztal mellől felugró Kukaberciről, aki sietett volna magyarázkodni, de tekintetes asszonyom, tehát ez hallatlan, csapott is le végül két széles tenyerével kétségbe esetten a csizmáira, mikor az ajtó becsapódott a jegyzőné mögött, hát ez hallatlan. Én is úgy látom, emelte fel hegyes kis orrát kár örömmel a tanítóné, na, hanem nekem dolgom van, s különben is igazán semmi közöm mások erkölcsi életéhez. Isten vele, kedves jegyző úr! Isten vele, Berci! Hát igen. Az irodában a két férfi maradt, és elkezdődött közöttük a kimagyarázkodás. Hogy hát így, meg úgy, gonoszok az emberek. S végül is abban állapodtak meg, hogy a tanítóné csúnyán megsértette a jegyző hitvesét, s ezért Aufbauer úr elégtételt fog adni Franyek úrnak a lovabiasság szabályai szerint. Közben azonban a jegyzőné egy futással szaladt piroskáig, berontott hozzá a postaszobába, s azt sem nézte, ki van ott, ki nincs ott, neki támadt amúgy Isten igazában. Hogy mit akarsz, hogy jön hozzá, hogy Berciről ilyeneket mondjon, s hogy kikaparja azt a két mocskos szemét, mert az ilyen erkölcstelen, a romlott perszóna, és a többi, és a többi, és hát természetesen Piroska sem maradt adós. Két napra rá az Iványi jegyző és Kukabertalan úr parádéba öltözve megjelentek a tanítóéknál. Nagyon előkelőek és kimértek voltak, nem ültek le, pedig a hegyes orru kis tanítónő ilyettiben nagyon is kérlelte őket. Kijelentették, hogy ők mind Franyek Zoltán úr segédei lovagias elégtételt jöttek kérni felük nevében Aufbauer Bernát úrtól. De kérem, miért, miért? Dadogta ilyettében a tanító, és sovány nyakán táncolt az Ádám csutka. A két ünneplő ruhás úriember hidegen utasította vissza minden magyarázatát. Fölkérjük uraságodat, nevezze meg segédeit, hogy a hivatalos érintkezést fölvehessük velük. Ajánljuk magunkat. Kedves uram, de édes Berci lelkem, az én feleségem, azt nem úgy gondolta, az én feleségem, de hát hadd mondjam el. Nem volt kinek. Azok kimérten és előkelően, akárha nyársat nyeltek volna, elhagyták a tanítói lakást. Aufbauer úr végig simított a fején, aztán a feleségére nézett. Kellett ez nekem? Hebegte rémülten. Az asszony pedig leborult az ágyra és zokogott, hogy ő milyen szerencsétlen elhagyott teremtés. A gyerekek nézték. Párbaj azért nem lett a dologból, azon egyszerű oknál fogva, hogy a segédek nem tudták, hogyan szerezzenek kardot vagy pisztolyt. Így aztán kényelmesebbnek ígérkezett, ha békés úton oldják meg a kérdést, a tárgyalások hosszúra nyúltak, s ez alatt az idő alatt a két asszony fekete gyászruhában járt és vörösre sírt szemekkel, Piroska kisasszony pedig egy mártér szenvedő tekintetével nézett ki délutánonként a postaház ablakán. A jegyzőné azért nem állotta meg, hogy át ne gyalogoljon Berencsáknéhoz Dobolyba, sírva elpanaszolni, hogy miatta halálos párbajt vívnak a férfiak. Ó, Istenem! Berencsák Eszterke kerekre nyílt szemekkel hallgatta, s úgy nézett a jegyzőnőre, mint valami csodára. Egy asszony, akiért párbajoznak. Mint a jókai regényekben, jaj! A tárgyalások vége az lett, hogy a tanító ünnepélyesen bocsánatot kért a jegyzőtől azért a sértésért, amit felesége, annak felesége ellen elkövetett. A bocsánatkérés nagyszerű pillanatában Ázik boltjának korcsma részében zajlott le, egy szombat délután,
Ázik előre elkészített mindent. Aznap délután senkit sem engedett be a korcsmába, s mikor az urak ünneplő feketében megérkeztek, az ajtót bezárta mögöttük, s ő is átvonult tapintatosan a boltba. Az asztalon boros üvegek állottak és poharak, ott volt a négy segéd, az iványi jegyző, Berci, a tisztartó, s az iványi tanító, más senki idegen. A két harcos oroszlán ott állt szemben egymással. Aufbauer Bernát tanító és Franyek Zoltán jegyző. Egy nagy sovány ember és egy kis sovány ember. Ünneplő fekete ruhában mind a ketten komoran álltak a szűk ivó közepén, s körülöttük megilletődött arccal a segédek. Nagy és súlyos pillanat volt. Aztán Aufbauer úr fölemelte a karját, arca kipirult, szemeit elfutották a meghatottság könnyei, lépett egyet a jegyző felé, és zokogva csuklotta. Zoltikám, ne haragudj reám! A jegyző szemét is elfutották a könnyek, ő is kinyújtotta a karját. Bernátkám, suttogta megbocsájtó rezignációval. Aztán egymás karjaiba omlottak. Az érzelmes jelenet összeszorította a jelenlévők torkát. De nem annyira, hogy egy dörgedelmes éjjel ne tudtak volna rikoltani, s utána vidáman válveregetések közepette hozzáfogtak a boros üvegekhez. Ázik úr nem sokára új üveget kellett hozzon. A jegyző és a tanító egymás mellett ültek, minden pohárnál koccintottak és megcsókolták egymást. A nap még le se ment, s már részegen énekelt az egész úri társaság. Valamivel később, éppen naplemente táján, ott ment el a korcsma előtt a dobói dászkál Bács Szándu. Egy idegen kalugyer volt vele, piszkos és szakállas, Indré pópától jöttek. Én azt hiszem, Indré megbolondult, mondta csöndesen a kalugyer. Öreg, legyintett Bács Szándó. Fiatal kell ide, lelkes, bátor. Meghallották az ének szót a korcsma felől, fölfigyeltek. Magyarok mulatnak, legyintett a dászkál. Mulassanak csak, bólintott a kalugyer, addig jó, míg mulatnak. Egy ember jött szembe az úton. Köszönt. A dászkál megállott, utána szólt halkan románul. Orgács. Tessék! Állott meg kelletlenül az ember. Gondolkoztál? Az ember közelebb jött, halkabbra fogta a hangját, ő is. Nem arra való most az idő, mondta. A dászkál a szeme közé nézett. De a hat holdat megvehetnéd, nálam van a pénz, kamatmentes. Az ember az egyik lábáról a másikra állt, megvakarta a fejét. Nehéz dolog. Bács Szándó a korcsma felé mutatott. Ezektől félsz? Azt hiszed, sokáig uraskodnak? Kérdezd meg a domnu parintjét, odavaló túról. Már jön a mi időnk. Az ember legyintett. Nem állok át. Magyar ma minden. Tanítatom a fiam, úr lehet. S ha román, akkor nem lehet, azt hiszed? A dászkál szeme villogott. Hát mit csinálnak a magyarok? S mit csinálunk mi? Nem látod? Pénzt adunk a szegénynek. Tanítatjuk a fiaikat, Blázson, dolgozunk, hozzuk a pénzt kintről, készülünk, ezt csináljuk már évek óta, és csinálni fogjuk, ameddig készen leszünk vele. Félsztál az uraktól? Törődnek azok veled? Gondol valaki reátok, szegényekre ebben az országban? De ahol egy román gyerek született, mi ott voltunk. Ahol segíteni kellett, mi ott voltunk. Ahol panasz volt, ahol baj volt, mi ott voltunk. Szereztünk nekik földet, állatot, segítettünk, támogattuk, növeltük egymást. Esztendők óta ezt csináljuk. Nem látod, nincs szemed? S vajon ez alatt mit tettek a ti uraitok? A kalugyer ki bozontos szakálla mögött némán hallgatott eddig. Most hirtelen kinyújtotta karját,
s szimpadias nagy mozdulatra a dombra mutatott. Építettek egy kastélyt.